Egy kis száraz építészetről szeretnék beszélgetni. Ugye látunk egy nagyon szép példát, egy újra felhasznált épületet, ami ugye más volt az eredeti funkció. Milyen változtatásokat vittetek véghez? 1936-ban létesült itt ez az épület. Annó úgy hívták, hogy piros téglás istálók. És amikor mi ezt megvettük 2021-ben, akkor az a család igazából, akinek egészen 21-ig a tulajdonában volt maga a gazdasági épület, már olyan változtatásokat, felújításokat hajtott rajta végre, hogy kívülről igazából semmihez nem kellett hozzányúlnunk, tehát építési engedélyt sem kellett megkérni az épületre, mert a hozzá kapcsolódó lépcsőház is állt már, a nyilászárok minden úgy volt a helyén, legalábbis a helye ott volt, mi igazából csak a belső tereket kellett átalakítsuk. Az előző tulajdonos mire használta, amikor, tehát az eredeti funkció megszűnt, akkor közben volt egy másik tulajdonos ezek szerint, mielőtt még... Tehát a tulajdonosváltás mindvégig a családon belül történt örökléssel, úgyhogy ez egy családi tulajdon volt, és igazából mindvégig gazdasági épület volt. Az érdekessége az, hogy amikor ez létesült, akkor a Kressz család, aki igazából Kressz Henrik 36-ban építette, ő neki több birtoka is volt itt Bolyban, mezőgazdasággal foglalkoztak, és ez volt az összes birtok közül az egyetlen téglaépítésű istáló, nem csak az ő tulajdonukban, hanem talán itt Bolyban egyedül. Lovakat tartottak benne nagyon hosszú ideig, meg hát nyilván más állatok is megfértek a pajtában, és a 90-es években a tulajdonos hölgy édesapja, akitől vettük az épületet, ő pulykákat tartott. Igazából itt látszik is, hogyha nagyon megnézzük, a ventilátoroknak a helye, amit még ők állítottak helyre, tehát hogy igazából mi kívülről nem nyúltunk hozzá. Ezért is érdekes egyébként ez a kis történet, ahogy a mi tulajdonunkba került, mert lehetne mondani, hogy ez egy régóta dédelgetett álom volt, de totál nem. Tehát, hogy mondjuk jött egy kedd, és akkor azon a kedden lett lehetőségünk, megjött az ihlet, az ötlet, hogy ingatlanba fektessünk. Nem volt meg még, hogy mit, meg hogyan. Mondjuk rá egy csütörtökre kitaláltuk, hogy akkor legyen ez egy szálláshely. De nem volt meg még hozzá az ingatlan. És amikor ide beléptünk először, hogy ezt megnézzük, akkor én a mai napig érzem egyébként, egy ilyen nagyon békés hangulat jött belőle. Tehát, hogy így a terekből igazából én láttam mindenhol, hogy mi lesz az emeleten. Itt lenn, hát mondjuk szerkezetkész volt, de meg volt az étkező helye, meg volt a mosdók helye, a lépcsőház, ami fölvezet a szobákhoz. Megtalált bennünket, meg még megtaláltuk őt az ötlettel. És így egy ilyen szerelem projekt lett belőle. Igen, nagyon jó lett. Tehát akkor amik már előző építkezésből adottak, tehát mint például egy mondjuk ennek a ventilátor vagy szellőzőnek a helye, én például nagyon szeretem, mivel látszik, hogy mi az, ami átalakítás rajta. Tehát sokan azt mondják, hogy hiba, mert hogy ugye nem úgy lett helyreállítva, mint az eredeti, de szerintem ez sokkal szerethetőbb, mert látszik, hogy mi az új és a régi. És akkor az meg a szénapadlásnak az ajtaja oldalt. Így van, innen kintről jártak föl a szénapadlásra, ugye az emelet, ahol most a szobák vannak, az mind végig szénapadlás volt, ugye naponta forgatták a szénát, nyilván ismert okokból, tehát itt tűzet okozhat, hogyha felhevül, azzal letették az állatokat. És maga a padlásbejáró, azt nem nagyon kellett felújítanunk, átfestettük, a másik oldalról is van egy, az megmaradt így kívülről a nyoma, azt szerettem is volna megtartani. Hogy... Van valami funkciója, tehát sikerült hozzá valami funkciót tenni, vagy az most csak úgy ott áll díszként? Belülről mi ezt nem is látjuk, viszont kívülről megmutatja talán a régi. Jó, a tetőszerkezete az is teljesen épp volt, tehát azzal sem kellett semmit csinálni. Így van, így van. Tehát akkor ez egy jó állapotú ipari épület, amiben gyakorlatilag beleköltözött az új funkció. Abszolút. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon szép, majd folytatjuk meg. Köszönöm szépen.